Ahogyan azt a lakosság is tapasztalhatta, néhány hónapja nem a megszokott rend és helyszín szerint zajlik az ügyfélfogadás a nagyrábélyi önkormányzatnál. A Magyar Falu programnak köszönhetően ugyanis teljes körű felújításon esik át a polgármesteri hivatal épülete közel 20 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból. A pályázat keretein belül felújításra kerül a hivatal épületének teljes elektromos hálózata, az épületben található összes ajtót kicserélik, újra festik az épület teljes belső részét, valamint új irodai bútorokat szereznek be valamennyi irodába. A kivitelezés napokon belül befejeződik, amikor a hivatali apparátus visszaköltözik régi, megszokott helyére. Január 18-án költöztünk el a művelődési ház kiállító termébe, most ott működik a hivatal. Igen, sajnos a járványszabályok miatt korlátozott létszámban, de azért ott megtalálnak bennünket lakosaink. Ennek pedig egyetlen oka van, a tavalyi évben ugye megtörtént a hivatal külső felújítása, tehát ez még 2020 év elején, és 2021-ben szintén Magyar Falu program pályázatból pedig a belső felújításra is támogatást nyertünk. Ez azt jelenti, hogy a hivatal belül is teljes egészében megújult, tehát a falhibákat kijavítjuk, egy festés történik, kicseréljük az összes beltéri ajtót, mindenki új bútort fog kapni, szekrények, asztalok teljesen megújulnak, és ami a legfontosabb, megújul a teljes elektromos hálózat és a teljes gyenge áramú hálózat is, mert azért okoztak már problémát a kor miatt, a hibák egyre jobban előfordultak, amik ugye akadályozták a munkát is. De nem csupán a hivatal, hanem egy másik, a lakosság számára kardinális épület, az orvosi rendelő korszerűsítése is elkészült már, mely helyet ad a házi, gyermekorvosi és fogorvosi ellátásnak, valamint a védőnői szolgálatnak is. A projekt során fűtéskorszerűsítés, nyílászáró cserek, külső szigetelés, valamint nemes vakolat felvitele valósult meg több mint 27 millió forintból, továbbá fontos orvosi eszközök kerültek beszerzésre, csak nem 4 millió 400 ezer forintból. Az orvosi rendelő az elkészült, itt a vírus helyzet miatt még várunk egy ünnepélyes átadórendre, mert teljesen át van adva, és az orvosaink is teljesen birtokukba vették a megújult épületet, megkapták az új korszerű eszközöket is. Például két új defibrillátoruk van, mind a két rendelő rendelkezik ezzel az életmentő eszközzel. Annyit még megjegyzek, hogy egy életmentő eszköz a hivatalba is került, tehát így talán még biztonságosabban tudunk így élni, hogyha bárhol ne kelljen használni. Az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy a nagyrábélyi kisgyermekes családok számára legyen egy közösségi tér a községben. A pályázatnak köszönhetően településünk két új játszótérrel is gazdagodott. Az egyik az óvoda udvarán került kialakításra, ahol többek között mérleghinta, játékalagút, mászóka, toronycsúszda, egyensúlyozó híd, forgójáték, lépegető, valamint rugós játékok telepítésére került sor több mint 4,5 millió forintból. A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár udvarán lévő elavult játszóeszközöket is olyan korszerű, új, biztonságos elemekre cserélték, mint egy 5 millió forintos támogatásból, mint a hidas toronycsúszda, a játszóház, rugós játékok, homokozó, körhinta és mérleghinták. Így a jövőben a szülők és csemetéik számára egyaránt biztosítva lesz a kényelmes szabadidő eltöltése Nagyrábén.